Tisztelt komlóiak, nagyon nagy izgalommal készülünk az idei bányásznapra, hisz a város ebben az évben ünnepli városá avatásának 70. évfordulóját, és annak érdekében, hogy ezt méltóképpen meg tudjuk ünnepelni, sok mindent kell tennünk. Az egyik dolog az, hogy a régi, megszokott helyszínen, Esperantó tér, Bem utca és közvetlen környezetében valósulhasson meg ez az ünnepi program, ez az ünnepi műsor, ahhoz nekünk a buszpályaudvaron a beruházást olyan fázisba kell hozni, hogy erre alkalmassá tegyük. Erre minden jel arra mutat, hogy meg lesz a lehetőségünk. A kivitelezővel koordináljuk ezt a munka folyamatot. A 70. évfordulónak az ünneplése kapcsán arra törekedtünk képviselő úrral, hogy megfelelő hátteret, megfelelő pénzügyi hátteret biztosítsunk a vállalkozó számára, hogy ezt magasabb színvonalon tudja megvalósítani. És mivel a hagyományos bányásznapok péntek, szombat, vasárnapra estek, itt változtatnunk kellett, hisz városánynyilvánításunk születésnapja szeptember 2-a. Ezért már csütörtökön egy rendkívüli születésnapi programmal fogjuk meglepni a komlóiakat és a komlóra látogatókat. Egy kiemelt tűzijátékkal is készülünk a hagyományos időpontban erre a rendezvényre. A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb részletek a bányásznapi honlapon találhatók meg. Az elkövetkező időszakban folyamatosan fogjuk ott önöket tájékoztatni. Kérem, hogy kísérjék figyelemmel. Jó szerencsét! Köszöntök mindenkit a 70 éves Komlóvárosa ünnepi évad kapcsán. Ahogy polgármester úr elmondta, hónapok óta lázasan készülődünk arra, hogy kormányzati támogatással és segítséggel egy olyan 4 napos ünnepség sorozat keretében emlékezzünk arról, hogy 70 esztendővel ezelőtt nyilvánították Komlót városi rangú településsé, hogy azt hiszem, hogy minden korosztály meg fogja találni azt a szórakozási lehetőséget szeptember első hétvégén a hagyományos bányásznap kibővített programjaiban, amire vágyik. Először is magán a komlói szülinapon a mai legnépszerűbb banda érkezik Komlóra, a pécsi országos hírű Halott pénz, úgyhogy a fiatalok már most készítsék a zsebkendőiket, mert azt hiszem, hogy nagyon elfogadott nagy közönség várható szeptember 2-án, tehát a nyitó napra. De ezt követően az idősebb korosztály is figyelheti a programokat, hiszen a következő napon majd a Neoton Família, illetve Bájalex, sokak kedvence fogja megörvendeztetni a komlói közönséget. És a hétvége, tehát a szombati nap lesz azt hiszem, hogy a legerősebb, hiszen ott Pápai Jocit, mint mindannyiunk által nagyon kedvelt új feltörekvő sztárt, és a The Minds fiatal zenekart láthatjuk a színpadon, és a Republik Együttes legendás csapata fogja zárni a szombati rendezvényt, és vasárnapra is egy kedves előadó, a Hooligans csapata érkezik Komlóra. Úgyhogy azt hiszem, hogy Komló, szoktuk mondani polgármester úrra, hogy az elmúlt 5-6 esztendőben a fesztiválok városa rangot vívta ki magának. Most ez a Komló 70 nagy rendezvénysorozat, ez egy országos méretekkel nézve is, fellépőket és a rendezvényeket tekintve egy különleges eseménynek ígérkezik. Keressék a programokkal kapcsolatos hirdetéseket, és legyünk büszkék, és legyünk ott minél többen szeptember első hétvégéjén a bányásznap kereteiben megrendezendő Komló 70 születésnapi bulikon.